olyan hosszú listám van, hogy az valami elképesztő. Mind olyan zenékből, amiket szeretek. Méghozzá szenvedélyesen szeretek. Hogyha én szeretek egy zenét, legalább akkora amplitúdóval szeretem, mint amekkorával utálom, ha utálom. De hát ez a habitusomból következik. A Cseh Tamást például nagyon szeretem. Amíg élt Cseh Tamás, addig rendszeresen jártam a fellépéseire. Olyan személyes tere volt, olyan alázat volt benne, hogy az imponáló volt. Valahogy az egész emberből az sugárzott, hogy mélységesen hálás a sorsának, hogy ezek a dalok megadattak neki, és hogy ő tolmácsolhatja ezeket. Az alázat a legjobb szó. És azáltal tudott felnőni a dalokhoz, hogy valahol belül mélyen megélte, és sugározta magából azt, hogy mennyire képtelen felnőni a dalokhoz. És ezáltal vált képessé erre. Nagyon sok olyan dal van, ami hát én egyik jobb, mint a másik, de mondjuk a nagyon nagy kedvencem az a Jobbik részem. Ez egy önmeghasonló dal, a Jobbik részem a Cseh Tamás Bereményi Géza párosnak a legkiválóbb albumáról, az új dalokról, amely közvetlenül a rendszerváltás után jelent meg. És ez egy nagyon nagy fájdalom, egy nagyon nagy reménytelenség. Tulajdonképpen egy ember, aki a saját múltját, a saját múltbéli önmagát siratja, akit már nem tud feltámasztani. És ez egy olyan dal, amire nagyon tudja sajnálni magát az ember. Tehát ez önsajnálathoz, depresszióhoz, begubózáshoz tökéletes. Tehát azt lehet mondani, hogy erre nagyon, nagyon jól lehet boldogtalannak lenni erre a dalra. Ez a magánéleti melankólia nagyon erős önreflexióval párosul, és intellektuális erővel. És ez az a Bereményi féle robbanó keverék, aminek nem lehet ellenállni. Ha valakinek esze és szíve van,